Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait. Rendkívüli testületülést tartunk. Üdvözlöm a teremben helyet foglaló vendégeinket, valamint a televízión bennünket követőket. Három képviselőtársunk, Kántor Katalin, Tóth Gyula, Tóth Zoltán jelezte hivatalosan a távollétét. Amúgy határozott képesek vagyunk. Kiosztásra kerültek a napirendi pont javaslatok. Van egy hatos is, amit úgy javaslunk, hogy a négyes után, tehát még nyílt ülésben legyen a helyi menetrendes előterjesztés. A többi sorrendben amúgy nincs változás. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendi pont javaslatokhoz van-e felvétel tekintetében kérdésük, módosítójuk. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy géppel szavazzunk az elfogadásról. Köszönöm szépen. Azt külön meg kell szavaztatnom, hogy bizottsági előterjesztés nélkül. Azért ráerősítünk, jó? Tehát, hogy bizottsági előterjesztés nélkül tárgyaljuk a napirendi pontokat. Köszönöm. Első pontunk hozzájárulása a Tolna megyei természeti értékeiért alapítvány vásárlásához. És direkt nem mondtam azt a szót, hogy ingatlan, mert egy kis magyarázatot kell fűznem a címhez, és egyben a határozati javaslatnál egy eredeti előterjesztésként kezelendő módosítót szeretnék beterjeszteni. Megkeresett Nagy Sándor igazgató úr, hogy a tüskében található madárvárta létesítményéhez lehetőség adódott most, hogy egy olyan területet, illetve egy ingatlan szerűséget meg tud vásárolni, amivel bővíteni tudja a létesítményt. Röviden majd meg is kérem igazgató urat, hogy tájékoztasson bennünket a célról, és hogyha elfogadná a vendégasztalnál az asztalt, vagy megkívást, azt köszönöm. És ehhez nyújtanék a polgármesteri keretemből 300 ezer forintnyi támogatást, úgy, hogy 150 ezer forintot idén, 150 ezer forintot pedig a következő év költségvetésének a terhére. Mivel alapítványról van szó, ezért kvázi tudomásul kell venni, vagy jóvá hagyni a képviselő testületnek, ugye ez jogszabályból adódik, hogy alapítványhoz csak így tudunk működési költséggel hozzájárulni. Viszont ugye ez a bizonytalanság, hogy most tulajdonképpen mit is venne az alapítvány, az abból adódik. Sokak által tudod, hogy a tüskei horgász tanya rendszer, ez egy ilyen rendezetlen állapotú terület, mert tulajdonképpen maga a terület az önkormányzati tulajdon, a felépítmények vannak magán tulajdonokban, és hát ott sok minden nem stimmel, igazából egy ilyen fehér folt mondjuk így a rendezési terv értelmében, tehát azt tudtuk kitalálni, hogy igazából egy ingóságot venne az alapítvány, tehát nem ingatlant, tehát ennyiben kérem módosítani a határozati javaslatot, bár egy felépítmény jellegű dologról van szó, de a területet ugye nem tudja megvenni, mert még egyszer az önkormányzati tulajdon, az a felépítmény meg nem tekinthető építménynek se, épületnek se, ezért a kifejezés az ingóságra változna. Igazgatónak átadom a szót, hogy egy pár gondolat erejéig ismertesse, hogy mit is szeretne ezen a területen bővíteni. Köszönöm, tisztelt polgármester, tisztelt testület. Ez a ingatlan, illetve mindaz a munka, ami ott folyik, éppen ebben az évben lesz 30 éves. Tehát 30 éves múltra tekint vissza. Amit tudni kell a területről, hogy azóta fogad diákokat a városból, város környékéről és az ország különböző részéről. Közel 4000 diákot fordult meg az elmúlt években itt hivatalosan többnapos tábor folyamán, illetve több 10000 vendégünk volt ezen a táborhelyen, akik egy-egy napot vagy órát töltöttek itt el. Azt lehet mondani, hogy ez a bázis hely egy komplex igényt elégít ki. Ebben benne van mindaz, amit előjáróban én leadtam. Ami most lehetőség nyílik számunkra, az szintén visszanyúlik egész hosszú évekre. 1986-ban az országban több helyen a múzeumokat felújították, és a Szekszárdi Vosinszky Múzeum is erre a sorsra jutott idézőjelbe.
ami azt jelentette, hogy ott egy nagyon értékes múzeumanyagot akartak megsemmisíteni. Akkor mi jelentkeztünk azért az anyagért, hogy mi ezt átvennénk, mert túl értékesnek találtuk ahhoz, hogy ezt megsemmisítsék. Ez közel 120 preparátumot jelentett, egy zoológiai gyűjteményt, és ez az idők folyamán ebben az elmúlt 30 évben a művelődési otthonban, illetve később a Belvárosi Általános Iskolában kapott elhelyezést egy tanteremben. Egyik sem volt igazán jó megoldás a anyag megőrzése érdekében, és a látogatottsága is azért korlátozott, hiszen az iskola nyáron nem üzemel, illetve vannak a hozzá férhetőség most már számomra egyre nehezebb, hiszen nem vagyok az intézmény vezetője. Most egy olyan lehetőség adódott kint Üskébe, hogy annak a területnek a megvásárlásával ott egy 6x5-ös méretű faházban összehangoltan a külső megjelenítésével, ami ott már jelenleg is van 5 építmény, azzal egy olyan lehetőséget tudnánk adni a városnak, városkörnyéki fiataloknak, illetve minden érdeklődőnek, amire nem nagyon találok példát az országban. Különben is a táborhelyünk az országban a legjobban képített és módszertanilag legjobban előkészített tábor. Hozzá hasonló az elme tulajdonában nincsen sehol, sem magátulajdonban van értelemszerűen, de olyan, ami még múzeumi anyaggal is kapcsolható lenne, ilyenről nem tudok. Én azt gondolom, hogy ha ezt sikerülne megvalósítani, akár önerőben, akár pályázat formájában, akkor ez hasznosága szempontjából óriás lenne. Nekünk pedig ott a kína táborhelyen mindennapos használat adna, hiszen május 1-től szeptemberig működünk hivatalosan kint, illetve a téli időszakban is a fizetőség megvan, tehát akkor is tudunk csoportokat fogadni. Ezzel elérhetnénk azt, hogy a múzeumnak látogatottsága akár a 3000 főt is elérhetné évente, hiszen a számunkra akkor elérhető lenne ennek a kezelhetősége. Ezért gondoltunk arra, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk, hiszen semmi más terület, ami ilyen módon kapcsolható lenne a Madárvárt a területéhez, ott a környéken nincsen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Hozzászólások? Nézek egy kicsit értetlenül. Új a számítógépes szoftverünk, ami a szavazást viszi. Tehát az, hogy most átugrottunk kérdésbe hozzászólásba, azt én nem látom? Nem? Mert eddig volt egy ilyen rubrik. Tehát nem látjuk. Akkor itt fogjuk tudni? Tehát a kollega nő most ott nyomott egy gombot, hogy átment egyikből a másikba. Uh-huh. Nem biztos, hogy jobb ez az új szoftver. Jó, majd kiderül. Oké, tehát akkor hozzászólás kategóriánál járunk. Részemről annyit tudok mondani, hogy nyilván minden, ami a város környezet és természetvédelem fejlesztésével kapcsolatos, azt személy szerint én támogatom. Nem véletlen, hogy a városunk szlogenje az, hogy természetesen Dombóvár, és messze menőkig úgy gondolom, hogy egy jó célt fogalmazott meg az alapítvány, és hát reméljük, hogy sikerre is fog járni. És ebben még van egy következő együttműködés lehetőség, ugye ez a CRLD-s pályázat, aminek a kidolgozása jövő héten nagy erőkkel fog folytatódni. Van egyéb hozzászólás? Nem látok, akkor kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm egy hangulat, elfogadtuk, további jó munkát. Következő napirendi pontunk, Boruss Gábor tulajdonában álló üzletrész átruházása. A körülményeket, az előkörülményeket nagyjából ismeri mindenki, tudva levő, hogy a művelődési házunknál a tulajdoni viszonyok úgy alakultak, hogy valamilyen úton, módon Farkas János 12%-nyi, nem egészen pontos volt töredéke is, tulajdoni része átszállt Boruss Gáborra, így egy személyben több mint 20%-ot birtokol Boruss úr. Hogy eznek a körülménye hogy alakult, miért, mivel van ez összefüggésben Boruss úrnak a végkielégítésével, ugye ez rendőrségi nyomozás anyaga és célja jelen pillanatban. Többeket már ugye ebben kihallgattak, és hát majd kiderül, hogy a
végén történt ebben hűtlen hanyag vagy bármilyen más jellegű bűncselekmény. A summa-summarum ugye korábban próbáltuk ezt a lehetetlen helyzetet kezelni, hiszen mindenféle társasági szerződés módosításhoz Boruzs úrnak jóváhagyása kellett, ez több esetben nem működött, nehézségek támadtak. Így Boruzs úr korábban megtette a javaslatát, ami hát eléggé pofátlannak tűnt, hiszen nettó 1 millió forintért szabadult volna meg a tulajdon részétől, 680 ezer forintnyi betétjétől. Ez nekünk bruttó értékben, mert valószínű, hogy adót is kellett volna fizetnünk, olyan 1 millió 300 ezer körüli összegbe jött volna ki. Egy olyan non-profit Kft. Tulajdoni részéről beszélünk, ami hát a neve is mutatja, hogy egy intézményi jellegű gazdasági társaság. Meglepődve tapasztaltuk, hogy múlt héten Boruzs Gábor eladta a tulajdon részét nakinek, Tóth Zoltánnak. Annak a Tóth Zoltánnak, aki a hétvégén vagy a hét elején amúgy telekürtölte el a nyilvánosságot, legalábbis Facebook szintén elért ahhoz a 15-20 emberhez, meg átokom sajtam keresztül azért több ezerhez. Tehát telekürtölte, hogy hú, hát micsoda cég ez, mert amúgy ez egy veszteséges cég. Nem tudom, milyen üzletember ez a Tóth Zoltán, hogyha egy ilyen veszteséges cégbe tulajdonrészt akar szerezni. Nyilván átlátunk a szitán, és ez semmi másra nem szolgált, mint hogy Tóth Zoltán a maga lehetetlen stílusával megint egy olyan területre tévedjen, ahol megpróbál az élő emberbe is, az élő fába is belekötni. Hát az meg különösen nevetséges számomra, hogy egy ilyen stílusú ember pont egy kulturális intézménybe próbálja betenni a lábát. Tehát a kultúra, valahol a kulturálatlansággal véleményem szerint itt azért nagyban találkozhatna. Én azt mondom, hogy találkozzon is, mert önkormányzatunk kijelölte azt a stratégiai irányt, amely mentén haladjunk. Döntöttünk arról, hogy alapítunk egy új társaságot, Tinódi Ház Nonprofit Kft. Címen, és ez egy 100%-os önkormányzati cég lenne, amely a jövőben a kulturális életért felel, közművelődési feladatokat ebbe a cégbe raktánk át, és lehet, hogy a rendezett tulajdoni szerkezetben még egyéb tevékenységgel is ki tudnánk bővíteni, amiről korábban már volt javaslatunk és szándékunk. Az külön érdekesség, hogy nekünk mintegy 1 millió 300 ezer forintba került volna Boruzs úrnak az ingatlan tulajdoni rész megszerzése. Most, hogy jött egy haver, Tóth Zoltán, ő neki már csak 680 ezer, tehát mint egy felébe kerülne, amire meg is kötötték az adásvételi szerződést, illetve úgy nyilatkozott a Boruzs úr, hogy ki is lett fizetve neki ez a rész. Hát lelkük rajta, én azt javasoltam a határozati javaslatomban, hogy jó ez így, nem félünk a farkastól, se Tóth Zoltántól, nyilván mi arra számítunk, hogy ez a cég egy olyan jellegű gazdasági társaság lenne, aki a jövőben hibernált állapotban tud működni, magyarul évente egy, maximum kettő taggyűlés kéne csak tartani, addig, amíg a fennálló projektjei futnak, és utána akár a tulajdonrésztről teljesen meg lehetne válni, vagy végfelszámolásba megszüntetni a cégnek a ténykedését. Tehát nekem ez lenne továbbra is a tisztelet teljes javaslatom, hogy így álljunk neki ennek a dolognak. Az igaz, hogy nagyjából egy 3 hónap előtt állunk, amíg a Tinódi Háznak az ügyei rendeződhetnek, cégbejegyzés, ottani szerződések átírása, megszüntetése, de ez a 3 hónap szerintem pillanatok alatt el tudna reppenni, el tudna szállni. Kérdések következnek az előterjesztéshez kapcsolódva. Ez most mi volt? Vagy most átugratunk a kérdésbe, vagy ez minek a jele? Tesztüzemmódban vagyunk, tisztelt képviselőtársaim, úgyhogy majd... Hogy? Majd finom hangolás. Finom hangolás majd még jön.
kérdéseknél járunk. Hozzászólások következnek. Igen, Talapka úr. Köszönöm a szót. Ugyan a május 26-ai testületülésen döntöttünk arról, hogy Boruzs úr ajánlatát nem fogadjuk el, és egy ellen ajánlattal élünk az üzletrészének megvásárlására, ami nyilván az eladó szempontjából is, ahogy a mi szempontunkból is irreális összeg volt, tehát irreális összeg volt, amit kért az üzletrészért, és az eladó szempontjából én magam is azt mondtam volna, hogy az általunk megajánlott összeg nyilván meglehetősen alacsony. Hát azt se kell különösebben fejtegetni, hogy az elmúlt néhány évben a művelődési ház tulajdonosi szerkezete folyamatosan konfliktusokat generált, elsősorban azonokból, hogy a kisebbségi tulajdonos, akinek úgy egyébként a művelődési ház anyagi dotálásába, fenntartásába, működtetésébe gyakorlatilag semmilyen kötelezettsége nem volt, blokkolta azokat a döntéseinket, döntés kezdeményezéseinket, amelyek a művelődési ház működését az általunk elképzelt irányba módosította volna. Én ezért, többek között ezért is azt javaslom, hogy ez a névértéken történő, már szerződésben rögzített vásárlás esetén éljünk az elővásárlási jogunkkal, hisz ugyan bizonyos idő elteltével az új cégbe át lehet delegálni minden kötelezettséget és feladatot, de ez egyrészt idő, másrészt meg nyilván valamennyi költséggel is jár. A harmadrészt, és azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a cég, a régi cég az egy régóta működő társaság, tehát a kötelezettségeit is figyelembe véve kár lenne ezt parkolópályára állítani, és ez mellett nyilván a mi életünket is egyszerűsíteni, hogyha jogfolytonosan, illetve tovább tudna úgy működni, ahogy eddig működik, olyan tulajdonosi szerkezetbe, amelyet el tudunk fogadni. Tehát összegezve én azt javaslom tisztelt képviselőtársaimnak, hogy módosítsuk a határozati javaslatot, és éljünk az elővásárlási jogunkkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tigemán Péter úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót. Csatlakozni szeretnék Talapka képviselő úrnak a szavaihoz, tehát én se, most polgármester úr azt mondta, hogy mindössze három zűrös hónap elé nézünk, hát én ezeket a három zűrös hónapban nem hiszek, mert szerintem ez nem három lenne, hanem 3x3, vagy jóval több lenne, és az, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy a műfasz NKFT-t sikerülne hibernálni, de csúnyán fogalmazva, vannak, akik nem hagyják magukat hibernálni, tehát nem hiszem, hogy ez egy sikeres taktika lenne. Tehát én is sokkal inkább azon a véleményen vagyunk, hogy a határozati javaslatot módosítsuk, és fogadjuk el, és éljünk az elővásárlási jogunkkal. Történetileg visszanézve az egész ügyet, nyilvánvaló, hogy ez az NKFT valamikor a 90-es évek közepén, amikor az NKFT, illetve jogelődje létrejött, akkor mondjuk úgy, hogy az egész más akkori önkormányzatnak valószínűleg egész más elképzelései voltak a jövőről, és azt gondolta, hogy majd akkor az ügyvezetővel, illetve a tagokkal, illetve akiknek résztulajdont adott akkor az önkormányzat, azokkal állandóan egy jó viszony fog kialakulni. Tehát mint ahogy látjuk, ez a jó viszony, amikor valamikor az önkormányzat és az ügyvezető, illetve és a tagok között megvolt, ez a kapcsolat elromlott.
Most, hogyha belemegyünk egy olyanba, hogy most tudjuk azt, hogy gyakorlatilag egy olyan valaki veszi meg a résztulajdont, akivel egyből rossz viszonyba kerültünk, vagy akivel rossz viszonyban vagyunk már a jelen pillanatban, tehát ez szerintem egy olyan felelőtlenség, amiben a városnak, mint olyannak nem szabadna belemenni. Amúgy is az a véleményem, hogy nyilvánvaló, hogy ahogy most mi azon gondolkoztunk az előző alkalommal is, hogy a Tinodi házat, hogy alapítsunk egy új társaságot a műfáz, művelési ház, illetve a Tinodi ház működtetésére, ugyanúgy annak az alapítása helyett vagy mellett igazából az lenne a triviális, hogyha mi a jelenlegi művelődési ház NKFT-nek a teljes 100%-os tulajdonát megszereznénk, és mint hogy Talapka úr mondta, elég nehéz lesz ott minden tevékenységét szép lassan, nem három, hanem háromszor három hónap alatt átvinni. Szerintem nagyon nehéz lesz, és nagy nehézségekkel fog járni, de tehát úgy egészséges ez, hogyha a város város által több 10 millió forinttal, úgy tudom, a legutóbbi évben 35 millió forinttal támogatott NKFT nem egy néhány tízezer vagy néhány százezer forintos tulajdonossal rendelkező embernek a vágyaitól, elképzeléseitől, álmaitól fogva működik, hanem gyakorlatilag, hogyha ez 100%-ban az önkormányzat kezébe van, és ezáltal nem gerjesztjük a konfliktusokat, hanem igazából a konfliktusokat megpróbáljuk megszüntetni, egy konfliktus forrást megpróbálunk kiiktatni. Szerintem igazából Boruss Gábor gyakorlatilag egy választóvonal elé állított minket, gyakorlatilag egy választás elé állított minket. Ha most mi úgy döntünk, hogy nem élünk az elővásárlási jogunkkal, akkor gyakorlatilag egy további konfliktusokat, folyamatos konfliktusokat, háromszor három zűrös hónapot fogunk generálni. Ha viszont most, most belépünk a Tóth Zoltán helyébe ebbe a szerződésbe, akkor gyakorlatilag ezt a konfliktust hetek alatt, napok alatt, tehát nyilván, hogy a cégbírósági bejegyzés után le tudjuk zárni. Az, hogy ez a 680 ezer forint, ez most mennyit ér, most mondhatom én is, hogy lehet, hogy 68 ezeret megér, biztos, hogy megér 68 ezer forintot. Egy biztos, hogy ez a 680 ezer forint akkor ér valamit, hogyha mögötte áll Dombóvár város önkormányzata, és több 10 millió forintot odarak mellé. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy igazából egy nem jó ajánlat, igazából lehet, hogy egy magánszemélyként ezt az ajánlatot, vagy valaki, aki konfliktusok a fenntartásában érdekelt, vagy szereti a konfliktusokat, lehet, hogy érdekes lehet ezt elfogadni, de szerintem, aki felelősen gondolkodik a város érdekeiről, az egy konfliktus forrással kevesebbet szeretne megtartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, meg bizottsági elnök úrnak. Hát igen, az elgondolkodtatja az embert, hogy beszeretne menni egy ilyen, majdnem azt mondtam, félőrült ketrecbe a cégnél, egy ilyen konfliktus helyzetbe, mert ugye azt látjuk, hogy az a személy, akit be akar lépni kisebbségi tulajdonnak, annak csak a balhé, csak a kötözködés, csak a másikba való belerugás az élet célja. Úgy, hogy ő még önkormányzati berkekben tulajdonképpen nem sokat tett le, véleményem szerint szinte semmit. Jelen pillanatban is ugye azon ténykedik, hogy a gyerekétkeztetési cégünket hogyan tudja megpumpolni több millió forinttal. Tehát lehet, hogy van alapja annak, amit mondanak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy maradjunk továbbra is az eredeti úton, hagyjuk ezt az egészet olyan értelemben, hogy amit mi stratégiailag meghatároztunk, az alapján menjünk tovább. Simon István képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én röviden, de egy kicsit más aspektusból, de talán mégsem közelíteném meg ezt a kérdést, a véleményemet. Ez pedig az lenne, hogy ugye az elmúlt egy-két évben biztos többször előkerült a művelődési ház, illetve ezzel kapcsolatos gondok, és ami látható volt akár az interneten, akár emberekkel beszélgetve, az az első számú reakció az volt, vagy talán az elsők közötti reakció, hogy fordulhatott az elő,
hogy egy ilyen városi tulajdonba egyáltalán magánszemélyek bekerültek tulajdonosként, mert hogy ennek így nem lett volna szabad megtörténnie. És nyilvánvalóan ennek akkor, amikor ez megtörtént, megvolt az oka, hogy a polgármester úr is egy rövid említést tett róla, hogy dolgozói részesedésként került ez magánkézbe, de mindig kifejezték azt is az emberek, hogy ők akkor látnák ezt az egész dolgot igazán nyugvópontra kerülőnek, hogyha ez teljes egészében a város tulajdona lenne, illetve az önkormányzat tulajdonában lenne ez az egész intézmény. Én azt gondolom, hogy most van egy olyan lehetőségünk, amikor akár úgy is mondhatjuk, hogy meghalva az embereknek az óhaját is, de ugyanakkor a saját érdekeinket, a város érdekeit is figyelembe véve, és én itt most elvonatkoztatnék a személyektől, hogy kik azok a magánszemélyek, akiknek a kisebbségi tulajdonába került, vagy kerülhetne ez a tulajdon. Egyszerűen helyreállhatna egy olyan rend, amikor nyugodt szívvel kiállhatnánk az emberek elé, hogy igen, volt egy olyan időszak, amikor akkor érthető vagy magyarázható okokból magánkézbe került egy bizonyos része ennek az intézmények, de most itt van egy olyan lehetőség, amikor viszont élni tudunk azzal, hogy helyreálljon idézőjelben a rend, és újra egy irányítás alá, egy tulajdonlás alá kerüljön ez az egész intézmény, és éppen ezért én azt javasolnám, hogy mégiscsak éljünk mi ennek a jogával, hogy az elővásárlást kihasználjuk. Köszönöm. Köszönöm. Kis Béla polgármester úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. Az előttem hozzászól a három képviselőtársam, kivétel nélkül csak a tulajdon viszonyok alapján közelítette meg ezt a kérdést. Természetesen számomra is érthetően és elfogadható módon indokolták, hogy miért lenne szükség, vagy miért lenne célszerű megvásárolni a kisebbségi tulajdonos részét, hogy 100%-ban önkormányzati tulajdonú legyen. De hát, illetve aztán másrészt meg, amikor arról volt szó, hogy esetleg ki lehet kerülni ezt a már meglevő non-profit Kft-t, ki lehet majd üresíteni, és egy új Tinódiház non-profit Kft néven egy új közművelődési non-profit Kft-t hozunk létre. Itt elhangzott 3 hónap, 6 hónap, 9 hónap, hosszú-hosszú idő telhet el addig, amíg egy működőképes, egyáltalán hosszú idő telik el, amíg bejegyzésre kell ez a cég, és el tud kezdeni működni. De közben ott vannak azok az emberek, azok a munkavállalók, azok a naponta kultúrával, kultúra iránt érdeklődőkkel foglalkozó művelődési házbéli emberek, sokan több tíz év óta erre tették az életüket, ezzel foglalkoznak. Velük mi lesz? Én sajnos életem során, aktív korom során néhányszor részese voltam annak, hogy átalakult a cég, pedig még csak irodát vagy széket sem nagyon kellett cserni, de mindenfajta átalakulás egyfajta félelemmel, egyfajta ószkodással jár. Ez egy természetes emberi tulajdonság a munkavállaló az ember részéről. Mi csak itt a tulajdonviszonyokról, a közművelődési megállapodásokról, a pénzekről beszéltünk, de az emberekről igazán nem esett eddig szó. Én látom, itt van a művelődési ház non-profit Kft. Ügyvezetője, polgármester úr engedelmével kérdezzük meg az ügyvezető asszonyt, hogy milyen az emberek hangulata most pillanatilag a művelődési házban, hogy állnak a dolgokhoz, szeretnek-e ott lenni, ott akarnak-e maradni, egyáltalán nekünk azt a 11 néhány ember érdekeit is figyelembe kell venni. Azon túl, hogy nyilván az az érdekünk, hogy egy kézben legyen az irányítás. Köszönöm a figyelmüket. A polgármester úrnak a javaslatát ügyrendinek kezelem abból a szempontból, hogy ügyvezető asszony a napirendhez nem lett meghívva, ezért kérem, hogy külön szavazzunk arról, hogy a napirendhez kapcsolódóan ügyvezető asszony kaphat-e szót. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy ideülhettem, hiszen tényleg szerettem volna én is elmondani azt, hogy hogyan gondolkodnak és hogyan vélekednek az ott dolgozóként. Valamivel több mint egy éve vezetem
előbb ugye társügyvezetőként, most önnel úgy vezetőként a céget. Pénteken kaptam készhez Boros Gábornak a levelét. Miután kibontottam, kollégáimmal azonnal közöltem az olvasott adásvételi szerződésben szerepelt dolgokat, és egyöntetően, és azóta az elmúlt napokban, tehát majdnem egy hete folyamatosan tulajdonképpen erről szól az életünk. Nem is az nem csak az enyém, hanem az ott dolgozó 11 emberét. Többször leültünk, kikérdeztem a véleményüket, és egyöntetően azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki úgy érzi, hogy jobb lenne, hogyha most már vége lenne az állandó háborúskodásnak, és én is azt gondolom, hogy az tenne jót a művelődési háznak, a programoknak, a munkánknak, hogyha végre nyugalom lenne, és nem állandó gyomorgörcs, hogyha attól rettegjünk, hogy éppen rendőrség, ügyészség, bíróság, milyen ügyek kerülnek újabb és újabb napi rendi pontra. Úgyhogy én azt tudom tolmácsolni a munkavállalók üzenetét, és ezt is szeretném hangsúlyozni, és azt gondolom, hogy ez az én véleményem is, hogyha jelen állás szerint egy kézbe kerülne a cég, adott esetben ugye az önkormányzat élne az elővásárlási jogával. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jobb lenne, amellett természetesen, hogy amit már említettek a képviselő urak is, hogyha egy új céget alapít az önkormányzat, és nekünk azt a most ugye mostani tevékenységünket oda át kellene helyezni, tehát maga az új cég alapításával járó problémák, illetve hát munka és a költségek, a régi cégnek a fenntartása, azt gondolom, hogy nincs arányban a 680 ezer forintos vételi árral. Hogyha ezt mind figyelembe vesszük, akkor azt gondolom, hogy ez egy elenyésző összeg, még akkor is, hogyha nem ez volt az eredeti kijelölt út. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tigán van Péter, a polgármester úr. Itt kis Béla alpolgármester úr itt említette, hogy mindenki már beszél mindenről, igazából beszél a pénzről, a tulajdonrészről, végül beszéltünk ugye a dolgozókról, megkérdeztük ügyvezetőasszonyt. Hát ha még valakit meg kéne kérdezni igazából, akkor a dombovárjakat kellene megkérdezni, és az én véleményem az, hogy a dombovárjak az elmúlt fél évben, az elmúlt évben a programokon való részvételkel, lelkesedésükkel, egyéb úgy érzem, hogy a műfáznak a jelenlegi meglévő vezetését támogatták, és azt szeretnék igazából, hogy hogy a műfáz a jelenlegi felállásban menjen tovább. Nem hiszem, hogy azt szeretnék, hogy úgymond a tulajdonrészek változásával újra konfliktusok generálódjanak, és ez kihasson magára a műfáz működésére, magára a műfáznak a szolgáltatásaira. Én teljes egészében támogatnám ügyvezetőasszonyt abba, hogy térjünk vissza az eredeti állapothoz, illetve térjünk vissza azhoz, hogy teljes egészében az önkormányzat tulajdon legyen ez a cég, ne legyen bolygatva, hadd tudjon ő és a dolgozói és a képviselőtestület is arra koncentrálni, hogy a művelődési háznak a lakosság felé, a dombovárjak felé való szolgáltatása legyen minél teljesebb körű. Köszönöm szépen. Köszönöm. De nem vagyok egyszerű helyzetben, hiszen az elhangzottak engem is gondolkodásra késztetnek. Szeretném javasolni, hogy pár percre vonuljunk vissza, egy szünetet rendelek el, hogy meg tudjuk beszélni ezt a helyzetet. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk akkor a szünet utáni munkát. Szeretném kérni a kollégákat, hogy akkor egy új határozati javaslatot kiosztani szíveskedjenek. Vagyjuk tovább. Az új határozati javaslat arról szól, hogy Dombóvár Város Önkormányzata élni kíván az elővásárlási jogával, tehát megveszi a
közölt feltételekkel Boruss Gábortól a tulajdon részét. Ötös pontban annyit kérnék még módosítani, még kiegészítésként, hogy a képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy nyilatkoztassa Tóth Zoltánt, tehát nem itt kérjük fel, mert ugye nincs itt, nincs az ülésteremben, az más lett volna, hogyha itt van. A nyilatkoztatásra holnap fog sor kerülni, remélhetőleg, és nem bújdokol, bár ezt is el tudom képzelni. Engem megmondom őszintén, a hozzászólások, képviselői hozzászólások győztek meg, főleg ügyvezetőasszonynak a gondolatai, hogy a dolgozók is azt szeretnék, hogy ez egy kézbe kerüljön, és hát nyilván ő nem mondhat kritikát, de azért éreztem ezekből a mondatokból azt, hogy a dolgozóknak is lehet bizonyos, sőt biztos is van véleménye az esetlegesen belépő kisebbségi tulajdonosról, hogy ez pozitív vagy negatív, ez legyen mindenkinek a saját gondolata. És hát az sem mindegy, hogy valóban dombováriak mit gondolnak erről az egész ügyről. Én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokan a mostani szakmai munkával meg vannak elégedve, sokkal, de sokkal nagyobb ívű, jelentősebb rendezvények vannak a művelődési házban. A dombováriak visszataláltak, tömegével járnak programokra. Ez nagyon jó dolog, ezt a munkát nem kéne, hogy semmi megtörje, sőt, erősíteni érdemes, tehát ennek jegyében az új, teljes egészében módosított határozati javaslatot az általam kiegészített 5. pont módosításával szeretném a képviselők figyelmébe ajánlani. Van-e ebben az új kialakult helyzetben hozzászólás? Talapka úr. Köszönöm. Azon túlmenően, amit a polgármester úr elmondott az 5. ponthoz, mint az új határozati javaslat részéhez, kiegészítésként javaslom, akár eredetiként is, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel teljes körűen a polgármestert a szükséges jogi lépések, jognyilatkozatok megtételére. Ne legyen szükség arra, hogy a jövő héten újabb testületülést tartsunk ebbe a kérdésbe. Köszönöm. Köszönöm. Elfogadhatónak ítélem meg, és érthetőnek a módosítás kiegészítését. Nem látok többet, akkor kérem, hogy szavazzunk. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy új korszakváltás történt a cég életében. Régóta vártunk erre a pillanatra. Törstőke pótlás. Kérdések van-e a művelődési háznál? Hozzászólás? Nem látok. Kérem, hogy határozati javaslatról szavazzunk. Köszönöm. Bajza és Bartók utcáknál előirányzat kiegészítést kérünk, hiszen menet közben komoly műszaki problémák derültek ki. A fása ennek a beruházásnak ugye biztosított. Annyira szét volt rohadva a vízvezeték, hogy átázott az egész alszelvény, altalaj, és nagyon komoly talajcseréket kellett ott elvégezni. Kérdések? Hozzászólások? Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázatot nyújtanánk be. Ahogy említettem már, tegnap vagy tegnap előtt jelent meg. Tegnap jelent meg a pályázat. Viszont 22-ig be kell nyújtani, és ehhez testületi döntés kell. Még jó, hogy volt rendkívüli ülésünk. Kérdések? Ez jó. Hozzászólások? Kérem, hogy szavazzunk.
Köszönöm. A nyílt ülésünk végére értünk, ugye? Mielőtt zárt ülésbe megyünk át, röviden szeretném tolmácsolni Cétány László elnök úrnak, a Kossársuli elnökének a meghívását ismét minden képviselőtársamnak, hiszen az a megtiszteltetés érte városunkat, hogy a 4-es döntő Final Four MB2 kosárlabdában Dombováron a Szuhai Sportcentrumba kerül megrendezésre. 4 csapat, ahogy a címe is mondja, ez azt jelenti, hogy mindenki 3 mérkőzést játszik. Holnap 19:15-kor Szolnoki Olaj Dombovár Kossársuli játszik. Aztán, most a többi meccset nem mondom el nyilván a mieinket érdekességképpen, szintén szombaton, szintén 19:15 a Deac-szal játszunk, ez a debreceni csapat, és vasárnap, ugye nyilván, hogy a csapatok haza tudjanak utazni, hiszen Szolnok, Nagykőrös, Debrecen, nem itt van, előrébb jön a mérkőzés, 3-4-2, kérem férfi társaimat, hogy hozzám hasonlóan most hagyják ki a vasárnap délután, ebéd utáni kis szunyókálást, és inkább a meccsre jöjjenek. Tehát a Nagykörössel játsszuk az utolsó mérkőzést. Hát nagyon reméljük, hogy előkelő helyen fog végezni a csapat, és minél több képviselőtársamat is arra buzdítok, hogy jöjjenek le szurkolni. Köszönjük szépen a figyelmet, zárt ülésben egy napirendi pontot fogunk tárgyalni. Viszontlátásra, viszont hallásra.